Hát tartsuk meg az egyensúlyt, Andrám, ugye hát a lányos apukákról szó volt a mai napon már, hát akkor most jönnek a fiús apukák. Beszél a Gábor, jó reggelt kívánom. Sziasztok, jó reggelt. Szia. Akinek hát két kisfia van, a második az egész pár hetes, a második kisfiad, ugye? Most hát most lesz 11. hetes. Ja, Istenem, de... Igen. Az első pedig... Első pedig 8 éves. Igen. De jó. Hát akkor van tapasztalatod ebben a témában, pláne abban, amit beszélgetni fogunk, hogy azért a gyermeknevelés, a gyerekekkel való foglalkozás, meg a munka közötti középutat, hogy lehet igazán ideálisan megtalálni, egyáltalán lehet. Igen, érdekes kérdés, szerintem lehetetlen. Tehát igazából az ember szerintem improvizatíven reagál a helyzetekre. Tehát tervezni egy gyerekkel rendkívül nehéz. Nyilván, hogyha idősebb lesz, amikor már tínézserkort eléri, akkor is kicsit bajos lesz, az biztos, más szempontból, de akkor már jobban tervezhető. Tehát egy gyerek addig, ameddig bölcsőtébe jár, míg ovis, elég, ha csak egy influenza szezonra gondolunk, és hirtelen másnap már beteg a gyerek. Ott nincs meeting, nincsen elmenetel. Igen. Igen, ez nagyon érdekes dolog, és akkor sincsen elmenetel, hogyha az ember mondjuk betanított munkásként egy gyártósor mellett dolgozik. Tehát itt nem a munkának a miensége szabja meg, hanem az, hogy ez a gyerek az milyen idős, milyen az immunrendszere, mennyire lehet terhelni, mennyire lehet magára hagyni, és hogy van-e segítségünk, ez nagyon fontos. És hogy van-e valaki, akivel magára hagyhatod. Igen. És egyébként meg, amikor éppen elmehetsz meetingre, akárhova, akkor is mindig ott van a fejedben, hogy nem ott kéne lenned, hanem vele. Nem? Tehát van az emberben egy ilyen örök lelki furdalás. Hát hogy ne lenne, persze. Nálatok volt segítség egyébként annak idején, amikor ezek a gondok esetleg felmerültek? Az elején volt segítség, aztán már nem. Tehát ugye tudni kell, hogy ugye Zalán fiam, ő az első, a 8 éves gyerek, és Kende fiam pedig ő a pici gyerek. Tehát amikor Zalán született, akkor még körülbelül olyan 4 évig voltunk együtt az édesanyjával, addig volt kvázi segítség, utána pedig ugye már egyedülálló szülőként kellett megoldani ezeket a feladatokat. Sokkal nehezebb. Még úgy is nehezebb, hogy én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mondjuk nem 8-tól 5-ig tart a munkaidőm, hanem én szabom meg. Igen, viszonylag rugalmasan, hogy mikor dolgozom és mennyit. Ráadásul az is szerencsés, hogy otthon tudok sokat dolgozni. De akkor is bejön, amit mondtál egyébként, hogyha bemegyek a dolgozószobámba és ő kint van, akkor ott agyalok rajta, hogy most odaadjam neki a tabletet, vagy leültessem egy mesélé, vagy most kiengedjem az udvarra, de akkor figyelni kéne rá, mert mégiscsak bicikli, meg roller, meg kutya, meg stb. Tehát, hogy akkor is dolgozik az ember a szülő, és ezt sose tudod levetkőzni. Ezt nem. Soha. Ezt nem. Jön az önostorozás. És a 10 hetes mellett most van segítségetek? Van, igen. Aha. Igen. És ezt ti meg tudjátok családon belül oldani? Tehát van bevethető meg. Nagymama? Meg. Az nagyon meg jó, hát ez a legideálisabb, hogyha rá lehet ez számítani. Bár hozzáteszem, az ember akkor is úgy gondolja, hogy ő az egyetlen, aki ezt a gyereket képes életben tartani. Igen, meg partner kapcsolatokban azért ez sokszor konfliktus forrás egyébként, hogy ki az, akinek egyébként ez a dolog inkább a feladata lenne ebben a helyzetben, ki az, aki a munkáját picit háttérbe szoríthatja emiatt. Tehát, hogy ez nem mindig gondolkodik a két felnőtt ember ugyanúgy erről a kérdésről. Ez nagyon érdekes kérdés, mert én például apukaként úgy érzem, hogy sokkal inkább Zalánról beszélek most, sokkal inkább kötődöm ilyen szempontból a Zalánhoz, és sokkal inkább megvisel a távollét, a munkai távollét, mint mondjuk az édesanyját. Tehát, hogy teljesen mások a berendeződések, és teljesen mások a személyiségek, és ezek kihatnak ezekre a dolgokra. Tehát én úgy gondolom, hogy klasszikus szerepeket egyszerűen lehetetlen megállapítani. Hát meg a másik az, hogy egyébként a férfiak, teljesen mindegy, hogy lányuk vagy fiúk van, sokkal később kezdenek elkötődni a gyerekhez. Tehát egyszerűen még amíg nincs a gyerek részéről visszajelzés, addig nagyjából egy ilyen, nekem volt apuka, aki azt mondta, hogy hát egy olyan 8 hónapos koráig olyan volt, mint a virág a sarokba, hogy úgy van. Tehát már nem nagyon tud egy apuka az anyukában, annyira ott az ösztön, meg ugye táplálja minden, de az apukák még nem tudnak mit kezdeni vele, és később alakul ki a kötődés, aztán meg már nagyon szoros, főleg egy... Van ilyen is, meg van másik is. Tehát nekem például csak saját példát tudok mondani, nekem például a születéskor alakult ki a kötődés, és nem volt az, hogy most ez egy sarokba lehelyezett virág. Tehát az első gyereknél is? Igen. Tehát ez egyszerűen egy fantasztikus élmény volt, ezt nem tudom szavakba önteni. Igen. De hát ott a Berki, ugye, aki elmondta, hogy azért zsekivág el kellett kötteljenek, és idős. Egyébként ez az általános. Igen, tehát az apukák... nagyon gyakori, ez nem is elítélhető. De ez férfi szerep, tehát ez férfi minőség, ezt nem szabad elítélni. Nyilván azért már el lehet kezdeni gyanakodni, hogyha elteli fél év, és még mindig úgy nem tud mit kezdeni a gyerekkel, mert azért ezek a kezdeti időszakok, főleg egy kisgyereknél, azért hát ez szuper cukik. Tehát, hogy ott elkezdődik már kőkeményen a kötődés. Amikor egy kicsit másképp gügyök hozzád, mint az anyához. Tehát, hogy... Hát annál már csak azt cukik be, amikor már kommunikálni is tudsz vele. Igen. Persze, az a zseniális. Nyilván, persze. Amikor a párod terhes lett, akkor most így nagyon őszintén a lelkedményen volt egy kis vágy arra, hogy hát, ha lány lesz? Nem. Egy fiú után? Nem. Ha választani kellett volna, ahogy nyilván az ember azt kommunikálja, tök mindegy, csak egészséges legyen. Ez az általános, persze. De hogyha választani kellett volna, én jobban hajlottam a fiú felé. Tényleg? Nagyon szeretek fiús apuka lenni. De jó.
Ez biztos belőlem fakad nyilván, tudnék mihez kezdeni a kislányjal is. Nyilván. Remélem, hogy majd a következő kislány lesz egyébként, most már ezt hozzátehetem. Igen, már igen, két fiú után szeretném majd, igen. De nem tudom, eddig fiús voltam. És újra átéleti azt, amit egyébként már kicsit el is felejtett, tehát amivel az első gyerekkel már kicsit a múltra, lassan múlt időre... Ezt felejtsd el. Hogy? Ezt felejtsd el. Na nem, nem lehet elfelejteni. A kecsemikori dolgok, vagy esetleg az egész kiskori dolgok, hát azért a múlt idő egy 8 éves gyerek. 8 év, tudod, hogy elszaladt? Döbbenet. Igen, de azért arra rá lehet csodálkozni abban, az nem a Bandinak igazam, hogy rá lehet csodálkozni, hogy úristen, de pici, ez is ekkora volt, ez a nagyobbik. Az nem első nem pelenkázásnál jött ez vissza. Érdekes volt. Első, tudja, kórházból haza, első pelenkázás, és tök rutinszerűen jön minden. Hova, mit kell tenni, elrendezni, kivenni a törlőt, hogy az kéznél legyen, a kis kinyitott kenőcs, meg stb. Automatice visszajöttek. Érdekes. Nagyon profin űzi a dolgot. Nagyon. Gábor, hát köszönjük szépen, akkor én köszönöm, várjuk a híreket a kislány érkezéséről majd ezek szerint. És tanuljál főzni. Hogy? Látom, hogy nagyon szépen tanulsz főzni. Hát tudom, hogy jó. Milyen aranyosan fogalmaztál. Egy ilyen főzős versenyt ügyel meg előttem, hát van ilyen. Jó, de csak nem azt mondta, hogy látom, hogy van mit tanulnod, hanem azt mondta, hogy látom, milyen szépen tanulsz. Van mit tanulni? Van mit tanulni? Az nem kérdés. A Bandi a használat utasítást akkor vette ki a sütőből, amikor mondtam is ott. Na, de mindegy, és egyedik lettem ezzel együtt. Na? Ennyi. Az ötből. Köszönöm a meghívást. Thank you.